A Népjóléti Bizottság lesöpörte az asztalról Székely Sándor határozati javaslatát. A független országgyűlési képviselő javaslata a kötelező védőoltások kibővítését célozta meg, hogy az azt elutasítók milyen térítési díj ellenében vehessenek igénybe egyes egészségügyi szolgáltatásokat. Székely Sándor független parlamenti képviselőt kérdezzük. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok, köszöntöm a hallgatókat! Meglepődött, hogy leszavazták? Hát nem. Nem lepődtem meg, azon viszont meglepődtem, hogy a vitában a bizottságban hát alapvetően támogató kommentek jöttek a képviselőktől, egyébként fideszes és ellenzéki oldalról is. Gyakorlatilag elismerték, hogy valóban ugye amiket én megtettem javaslatokat a pártom nevében, az Igen Szolidaritás Magyarország mozgalom nevében, azoknak van helye, és hogy erről vitatkozni kellene, és társadalmi vitát kellene erről indítani, hiszen nagyon súlyos problémában van az országunk most már 2 éve. Hát ehhez képest paradoxon, hogy képesek voltak nemmel szavazni, tehát hogy még a parlament előtt ne vitázzunk rajta. Jellemző, hogy egy ember tartózkodott a szavazáson, mindenki nemmel szavazott, egy ember tartózkodott, az a fideszes kórházigazgató, aki a vitában elmondta, ami számomra is egy új tény egyébként, hogy most a negyedik hullám alatt azok halnak meg sajnos, vagy azok vannak lélegeztető gépen sajnos, akik egyértelműen, akik nincsenek beoltva. És akkor mi az oka annak, hogy ő tartózkodott? Az, hogy akkor szerinte ezek szerint jó ötlet lenne a kötelező oltás bevezetése? Hát nem, ugye egyrészt a Fidesz azért pár helyen ugye bevezeti a kötelező oltást. Hát igen, ráadásul. Ők is, ugye ők érzik a problémát, amit egyébként sajnos ők állítottak elő. A vírust ők állították elő? Nem, a helyzetet, hogy ide jutott Magyarország, tehát ugye az elmúlt 2 évben, hát sőt, az elmúlt 12 évben ugye először is annyira építették a magyar egészségügyet, hogy a vírus az alapellátásokat nehezen ellátó egészségügyet talált meg, talált telibe. Aztán az elmúlt 2 évben ugye egészen elképesztő összevisszaságot csináltak rendelkezésekbe. Elég arra gondolni, hogy mondjuk mozikat bezártak, meg koncerteket nem lehetett megtervezni, de több tízezes futballmérkőzésekre el lehetett menni, illetve még október 23-án is képesek voltak idén a negyedik hullám küszöbén egy több százezres tömegtüntetést csinálni. Szóval, hogy a Fidesz elképesztő dolgokat tett azért, hogy ide, hogy oda jussunk, hogy én azt kell mondanom, hogy a mi pártunknak, az Igen Szolidaritásnak azt kell mondani, hogy oké, ennek most már csak az a megoldása, hogy túl legyünk itt ezen a válságon, hogyha lesz olyan vakcina egyébként, ami nem csak vészhelyzeti engedélye van, hanem hosszú távú engedélye van, akkor az legyen kötelező. No, mi az indoklás? Van-e egyáltalán ilyenkor indoklás, amikor elutasítják? Hiszen például, ahogy ön is mondta, ugye ennek a vakcinák nincs meg ez a típusú engedélye, sőt, azt mondják a szakértők, hogy mondjuk minél inkább mutálódik ez a vírus, és látjuk, hogy folyamatosan mutálódik, újabb és újabb típusú vakcinák is kellenek hozzá. Tehát az, hogy mondjuk kötelezővé tegyenek egy védőoltást, úgy tűnik, hogy azért egy nagyon összetett feladat, tehát ez nem annyi, hogy akkor holnaptól legyen kötelező, mert lehet, hogy nem tudjuk meghatározni, hogy melyik vakcina legyen kötelező, nem tudjuk meghatározni pontosan kiknek, hiszen van olyan, akinek olyan egészségügyi gondja van, akinek ne legyen kötelező. Mi erről a véleménye? Így van, tehát ez egy nagyon bonyolult kérdés, és erről mi egyáltalán nem beszélünk, tehát erről nincsen társadalmi vita, mint mondjuk például Európa többi részein, vagy akár most konkrétan Németországra, Ausztriára, és talán még Hollandiára is gondolok. Bocsánat, mint például, hanem, miről van itthon társadalmi vita, mert én másról se látok. Hát semmiről, így van, és mi például ezért kezdtünk el ezzel foglalkozni, ezt a bizottságban is megalapítottuk, hogy az egy nagyon, nagyon, hogy azt mindenki pozitívan értékelte, hogy én ezt hoztam, ezt a törvényjavaslatot, vagy határozati javaslatot, ám de mindenki utasító volt, ami, tehát ez egy paradoxon. Nem tudom, hogy a képviselőtársaim ezt miért tették, de az tény, hogy most akkor itt megint nem jutottunk közelebb erre. Nyilván, amit mi javasolunk, az egy éles felvetés, de azért, hogy legyen erről beszélgetés, hiszen ugye ez a koronavírusról például én is pár napja tudom, hogy ez a vírus már 20 éve
a kutatók látókörében van, és ezért tudtak viszonylag gyorsan ilyen vészhelyzeti vakcinákat alakítani rá. De ez az életmódunk, ez a kapitalizmus, ez a fogyasztói társadalom, ahogy mi élünk, ahogy ezt a bolygót éljük le, azt eredményezi, hogy egyre valószínűbb a váratlan vírusoknak a megjelenése, ami csak úgy egyszer csak előtűnnek. Na most akkor sokkal nagyobb bajban leszünk, és hogyha egy ilyen talált jön szembe, nem csak a Földnek, a bolygó többi országának az egészségügyét, hanem ennek a Magyarország egészségügyét, akkor annak tényleg sokkal nagyobb és komolyabb következményei lesznek. És itt szeretnék kitérni arra, hogy ugye jelen pillanatban több mint 50 ezer műtét várakozik, és ki tudja, hogy hány százezer diagnózis nem végeztek el az orvosok, mert a kórházaink sajnos borzasztó módon tele vannak olyan emberekkel, akik nem oltatják be magukat, és ezért elfoglalják a megfelelő kapacitásokat. Erre sajnos nincs adatunk. Egy mondattal még a végén kérem, hogy mondja el, hogy hogyan készülnek egyébként az Igen Szolidaritás a jövő évi választásra, és ön például hol méretteti meg magát? Köszönöm szépen. Hát jól állunk a listaállítással, ugye közelítjük a 70, ugye megadott 71 főt, a napokban is bemutattuk egy jelöltünket Heves megyében, a Heves megye 2-es számú választókörzetében, én pedig a Budapest 20. kerületébe fogok elindulni, ugye itt élek Pesterzsébeten, ebben a külvárosi részben. Székely Sándor, köszönöm szépen, hogy rendelkezésünkre állt. Szép napot! Én is köszönöm szépen, kezicsókolom!